örömteli eseményekről, eredményekről számolok be. Most a múlt héten is számos versenyen vettetek részt, és nagyon-nagyon szép eredményeket értetek el. Ezeket szeretném megosztani az iskola közösségében, hogy mindenki tudjon róla, hogy milyen ügyesek voltak azok, akik szerepeltek a versenyeken. Úgy kezdtem, ahogy időrendben voltak. A Református Pedagógiai Intézet meghirdetett egy rajzversenyt, ahová három gyermek, aminek az eredményhirdetésére három gyermeket hívtak be iskolánkból, és kiállították ezen a Reformáció 500. évfordulója alkalmában megrendezett kiállításon az alkotásaikat. Kárdos Tibor, Papanna, Sárvári Melinda és Gáspár Marian, és Gáspár Marian harmadik helyezést ért el a kiállítások közül. Pénteken délután volt egy saját rendezésű versenyünk, ahová a kerület, illetve a egyházmegye iskoláit hívtuk meg. Ez egy Fridiai ismeretű és zsoltár éneklő verseny volt. A zsoltár éneklő verseny a médiánkjaink is szépen szerepeltek. Bronz minősítést kapott Póris Anna, Vircei Helena, ezüst minősítés Kulcsására, Romanovics Amanda, Várnai Botond és Veres Kinga, és arany minősítés Boros Bíborka, Merusza Tibor és Kupadi Emma. Tapsoljátok! Tapasztalatban is versenyeztek a gyerekek, Benedek Florina, Balogh Dávid, Kuzsella Varázs és Szőcs Laura, a felső tagozatos korcsoportban 35-ös értem. A Szegedi Emma, Harzai Bogárdi és Guzik Barnabás pedig az alsó tagozatos korcsoportban 4. helyezést értek. Mindkét csapat gyönyörű alkotást hozott erre a versenyre, ott meg is nézhetitek majd. Hivatkozva a Tonka Mihály Református Általános Iskolának mennyiképp csapata szerepelt ezen a versenyen hozott alkotás kategóriában, és mind a két csapat aranyminősítést kapott, tehát ők kapták a díjat a hozott alkotásért. Tapsoljátok meg! Szombaton a Berende Kazinszantika kevesi szobában egy körbevívó verseny zajlott, ahol három gyermek első helyezést ért el, Fekete Franciska, Mező Dániel és Váradi Emma. Fekete Francia pedig harmadik. Oh,
Mai reggel a Lukács evangéliumának első részéből halljuk Istennek igéjét, mégpedig Zakariás énekét. Apja Zakariás megtelt Szentlélekkel, és így prófétált. Áldott az Úr Izrael Istene, meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk, szolgájának Dávid házából, ahogyan kijelentette a Szent Prófétái által. Hogy megszabadít ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkról, megemlékezzék szövetségéről, arról az esküről, amellyel megesküdött atyáinknak Ábrahámnak, és megadja nékünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, életünkben szolgáljunk neki szentségben és igazságban, ő előtte életünk napján. Te pedig kisgyermek, a magasságos profétája leszel, mert az Úr előtt gyász, hogy előkészít az ő útját. Hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneink bocsánatára, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben, a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazíts a lábunkat a békesség útjára. Azzal kezdődik ez az ének, hogy apja Zakariás megtelt Szentlélekkel. Tehát Zakariásról van szó, és Zakariás volt az, akiről tudjuk, hogy akkor, amikor papként felment a templomba, Isten angyala megszólította őt, akkor kudarcot vallott. Kudarcot vallott, mégpedig azért, mert olyan örömüzenetet hallott, amit ő maga nem volt képes akkor elhinni. Hiszen tele volt az ő szíve váradalmakkal, hogy hát fog születni egy gyermekre, akit szeretettel lehet körül, és amikor Isten angyala azt mondja az ő számára, hogy igen, meghallgattam a te könyörgésedet, és egy gyermekkel foglak titeket megajándékozni, akkor nem hitte el. Mosolygott magában, és tudjuk, hogy a büntetése az lett, hogy amíg a gyermek meg nem születik, addig néma marad. Gondoljatok bele, hogy hogy élhette át azt a majdnem egy évet ez az ember. Egész biztos, hogy ott volt az életében a szégyenérzet, egész biztos, hogy ott volt benne az a lelkiismeret furdalás, hogy hát kudarcot vallottam, elbuktam, mert nem hittem az Úr angyala szavának. És mi történik? Abban a pillanatban, amikor elmúlik róla, talán fogalmazhatunk így ez a büntetés, amikor megszületik a gyermek, akiről tudjuk, hogy a János nevet kapja is, ő lesz keresztelő János, abban a pillanatban kiáll, és örömmel számol be. Mondhatnánk úgy is, hogy egy dicsőítő éveket, és ebben elmondja azt, hogy mennyi mindent ígér az ő népének az Isten. És ez az ének tulajdonképpen erről szól. Felsorolja az Zakariás azt, hogy Isten megtartja az ő szavát, Isten elküldi és majd felhasználja az ő gyermekét, hogy az Úr Jézus Krisztus úgy készíti legyen. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, egy adventi éneket hallhatunk Zakariásnak a szájában. És azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog, hogy amikor most arra készülünk, hogy majd meggyújtsuk azt a harmadik gyertyát, ami minket is valahol figyelmeztet, hogy egyre közelebb van a karácsony, hogy mi is ilyen lélekkel, ilyen örömmel tudjuk készülni az ünnepet. És mi kell ehhez? Azt gondolom, hogy itt az ének elején volt a titok. Zakariás megtelt Szentlélekkel és prófétált. És az adventi időszakban valahol nekünk is az a feladatunk. Az a feladatunk, hogy akkor, amikor a karácsonyra készülünk, akkor egy picit jobban nyissuk meg a mi szívünket és a mi lelkünket az Úr Isten előtt. Engedjük, hogy az Isten szent lelke is az evangéliummal, az örömüzenettel segítsen bennünket ebben. Mert így lehet szebbé, és így lehet teljesebbé, akár a életünk, akár a mi életünknek minden nap. És Zakariás példája azt gondolom, hogy figyelmeztet bennünket. Figyelmeztet arra, hogy igen, ne legyen
hitetlenség, ne legyen kételkedés a mi életünkben. Hiszen ő, amikor felment, és amikor személyesen megadott számára az a nagy dolog, hogy az Isten angyalával találkozott, akkor azt mondhatjuk, hogy mindezek ellenére még olyan kemény, olyan rideg volt az ő szíve. El kellett telni bizonyos időnek, el kellett telni annak a tüntetésnek, amíg megérezte és megtapasztalta azt, hogy nem szabad kételkedni az Isten szavával. Hát Isten megtartja az ő ígéretét. Ezt énekül meg, hogy mindazokat, amit az ősatyáknak, Ábrahámnak megígért, azokat a dolgokat is megtartja és megvalósítja. És mi is az ő gyermekei vagyunk. A mi életünkben is elhangzanak az ígéretek, elhangzanak a figyelmeztetések, és fontos dolog, hogy hogyan és miképp megkészítjük az életünket. Nem máshol, mint a mi szívünkben és a mi lelkünkben. Adja Isten, hogy az adventi időszakot így tudjuk megélni. Érezzük meg azt, hogy Isten nem csak akkor, nem csak Zakariás, nem csak az akkori emberek életében, hanem a mi életünkben is várja azt, hogy nyitjuk meg előtte a szívünket, mert azt szeretnénk, hogyha mi is beengednénk, és hogy a Szentlélek munkálkodja a mi életünkben. És akkor valóban áldott lehet az adventünk, és akkor azt gondolom, ami ünnepünk, ami karácsonyunk is áldott lesz, mert a karácsonyban olyan sok szép dolog történik velünk, de azt gondolom, hogy karácsony nincs az evangélium az örömüzenet nélkül. A karácsonyi evangélium örömüzenete pedig az, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy életünk adta az ő egyszülött fiát, az ő Jézus Krisztus. Mondjuk el azt gondoltam, hogy imádkozz, mi a te, mi vagy a mennyekben. Szállj a magasba, szíveit
reményen vezessen minket Jézusunk elébe, ragyogjál előttünk fénynek oszlopával, szent biztatással. Hogy jó az Isten, ráült a viharra, vidám bárvány sző a borulatra. Igéje napfény, az ragyog felettünk, mit félne lehetünk. Ó, jó az Isten, a mi sziklavárunk, nem tart soká már bűnre bújdosásunk. Az ígéretnek földjéhez érkezünk, Jézus az nekünk. Köszönjük az első A-osztályosok adventi műsorát és a felkészítő pedagógusok munkáját. Áldás békesség!